Sziasztok, köszöntelek benneteket egy kisebb kihagyás után újra a csatornámon. A mai videó az egy ilyen házi munkához háttérnek berakod és elhallgatod, és remélem, hogy picit kikapcsol típusú videó lesz. Ugyanis szerintem a szülés előtt már nem fogok ilyen jellegű beszélgetős, tehát én beszélek, videót csinálni. Viszont arra gondoltam, egyrészt magam számára is szeretném megörökíteni, hogy milyenek most ezek az utolsó hetek. Másrészt egyébként nem volt tudatos az, hogy az előző videó óta, hát én nem is tudom, szerintem egy hónap már biztos, de lehet, hogy több idő is eltelt. De egyszerűen ez az elmúlt, mondjuk nagyjából egy hónap egészen őrületes volt, ami az itthoni dolgokat illeti. Semmi nagyon extrém nem történt, de gondoltam, hogy kicsit mesélek, hogy mi történt velünk az elmúlt időszakban, hogy vagyok most így a várandóság utolsó heteiben, illetve volt egy-két pozitív értelemben izgalmasabb esemény is, például voltam színtanácsadáson, és erről is tök szívesen mesélek nektek, úgyhogy én is készítettem ide magamnak teát, mert a hangom az még nem az igazi, egy ilyen betegség hullám az egyik fő indoka annak, hogy miért úgymond tűntem el ennyire. Készítettem ide némi hajtogatnivaló ruhát is, hogy ne érezzem magam olyan feleslegesnek, azt meglátom, hogy nekiállok-e közben. A 80%-a az olyan fekete zokni, amiknek csak a szám az alján picit más színű, de mondjuk háromféle kék szám van rajta, és akkor így nézem a természetes fénybe, hogy most ez melyik kék, hogy jót párosítsak össze, na mindegy, nem tudom, ti mennyire szeretek zoknit párosítani. Nekem nem a kedvencem, de el vagyok vele. Na mindegy. Szóval, hogy kicsit meséljek, mi volt velünk az utóbbi hetekben. Az az érdekes, hogy tök hálás voltam érte, nem is tudom mikor, október közepén is, még minden nap így úgy adtam hálát este, hogy annyira hálás vagyok, hogy nem vagyunk betegek, és hogy a gyerekek is, a gyerekek egy kicsit voltak betegek, de nem volt semmi nagyon vészes, meg így egész hamar kijöttek belőle, emlékeim szerint. És akkor volt pont egy olyan este, amikor így szintén hálát adtam, hogy de jó, hogy nem vagyunk betegek, és akkor aznap éjjel Naomi lányom, hát szegény, nagyon-nagyon rosszul lett, és egész éjszaka hányt, úgyhogy egész éjszaka fent voltunk a férjemmel, és hát ahogy ez ilyenkor lenni szokott, másnap a család többi tagjain is rajtunk is kijöttek. Ezek Balázst valahogy elkerülte ez a hányos vírus, nem tudom, hogy hogyan, de mindannyiunkon őt leszámítva ez kijött, és hát amennyire egyébként biztos tudjátok, hogy mennyire szívás egy ilyen vírus, az egyetlen előnye, hogy legalább gyorsan lemegy, és Nomikánál egy napig tartott, a férjemnél mondjuk másfél-kettő. Természetesen az én legyengült immunrendszerem így várandósként volt az, amelyik a legtöbbet küzdött ezzel a nyomorék vírussal, úgyhogy tökre sajnáltam, mert amit az előző videó végén beharangoztam nektek, hogy lesz egy ilyen kerekasztal beszélgetés, amit én vezetek, és nagyon készülünk rá a csajokkal, és tök jó lesz. Azt végül pont a betegségnek abban a fázisában aznap délután volt ez a beszélgetés, amikor baromi rosszul voltam, úgyhogy nem jött szóba az, hogy én oda elmenjek. Úgyhogy nagyon jól sikerült ettől függetlenül, de nem én tartottam meg, hanem az egészet így átadtam. És amúgy olyan értelemben nincs bennem hiányérzet, hogy jól sikerült, és nagyon-nagyon szerintem így értékteremtő volt ez a beszélgetés. Főleg egyébként azt mondják, hogy ami nem lett fölvéve videóra, hanem az utána az ilyen kérdezős rész, ami már ilyen zárt körben történt, az különösen egészé, meg őszintévé tette az egészet. Mert amúgy visszanézhető YouTube-on, hogyha érdekel benneteket, majd beteszem a linket a leírásba. De a lényeg, hogy nagyon sajnálom, hogyha esetleg valamelyikőtök
eljött, és tök jó lett volna találkozni, én is szerettem volna, de ez most így nem valósult meg, viszont nincs bennem hiányérzet, mert jól sikerült alapvetően a beszélgetés. Szóval ez volt az első ilyen betegség, alig vártam, hogy kijöjjünk belőle, kijöttünk belőle. Nagyon nagy ajándék volt, hogy anyukám bevállalta az őszi szünetben 2 napra a gyerekeket, és így Botival el tudtunk, hát nem utaztunk el, mert 2 napra annyira nem érte volna meg, meg én nem is akartam már annyit utazni, meg messzire menni, de tök jó programokat csináltunk, koreai étteremben ettünk, meg Gödöllőn van egy nagyon-nagyon jó étterem, az a neve, hogy Yellow Pub, hogyha egyszer Gödöllőn jártok, akkor szerintem mindenképp ott ebédeljetek, vagy vacsorázzatok. Ott is nagyon finomat ettünk, szóval, hogy ez a 2 nap, ez csodálatos volt, és nagyon nagy szükségünk volt rá, mint házaspárnak arra, hogy így kettesben töltsünk még egy kis időt, tudva azt, hogy most nagyon-nagyon sok ideig nem lesz erre lehetőségünk. És tényleg minden percét ki tudtuk élvezni, nagyokat beszélgettünk, tervezgettünk, gondolkodtunk, hogy majd milyen lesz, amikor már 3 gyerkőc lesz itthon, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon hálás vagyok ezért a 2 napért. És akkor annak a vége felé, vagy másnap megint elkezdtem rosszul lenni. De nem ugyanaz, ami korábban volt, hanem csak egy ilyen szokásos torokfájás, mondom, jó van, remek nátha, de legalább remélem ezen hamar túl leszek, azért egy náthától nyilván nem kap frászt az ember. Közben a gyerekeken is átment ez, a férjemen is, de ez nem volt egy vészes dolog, ráadásul pont az őszi szünetre esett, úgyhogy úgy nem volt vészes, de hát megint ki az, akinél baromira elhúzódott ez az egész? Nyilván nálam. Úgyhogy majdnem 2 hétig tartott az, hogy olyan vákum volt így a fejemben, meg olyan szinten így, tudjátok, amikor így nyelni próbáltok, és így az egész fületek így érzitek, hogy így belesajog, mert nagyon-nagyon-nagyon kellemetlen volt, tehát olyan szinten volt mindenem eldugulva, nem volt semmi hangom, nem tudtam hangüzizni a barátnőimmel, mondtam nekik, hogy ne haragudjatok majd, hogyha meggyógyulok, majd válaszolok, mert egyszerűen nem jött ki hang, úgyhogy nyilván nem volt ez egy vészes dolog, talán 3 éjszaka volt lázam, de hogy megint csak így azon imádkoztam, hogy most ne induljon be a szülés, mert én nem kapok levegőt, és hogy én egyszerűen ezt így nem bírnám végigcsinálni. És aztán nagyon-nagyon lassan, tényleg igazából nekem az volt olyan kicsit ijesztő, hogy miért ennyire lassan jövök ki ebből, hogy régen, amikor mondjuk 15 éves voltam, emlékszem, hogy az ilyen megfázásoknak volt egy ilyen íve, hogy mondjuk volt 1 vagy 2 nap, amikor így az ember egész nap fújja az orrát, és az tényleg nagyon-nagyon rossz, de hogy régen mindig éreztem, hogy van egy ilyen íve, hogy most éppen megyek bele, most ez talán a legrosszabb nap, és hogy egyre jobb lesz. És most meg az volt a fura, hogy teltek a napok, és igazából egyre rosszabb lett, úgyhogy na mindegy, a hangom még most sem tökéletes, kicsit mélyebb, de hogy már igazából teljesen jól vagyok. És akkor, ahogy én ebből így jöttem ki, akkor jött az, hogy a férjem robbant le az elmúlt, hát, 4 napban, vagy hogy nagyon fájt a hasa. A lényeg az, hogy neki ez esténként nagyon-nagyon felerősödött, és ugye pont akkor, amikor a gyerekek körül azért sokkal több mindent kell csinálni, ez a szokásos esti rutin, akinek vannak gyerekei, nyilván ez egy ismerős dolog, hogy oda még azért kell az energia, onnantól kezdve, hogy fürdetés, vacsoráztatás, elpakolás, másnap ovira előkészülni, esti mese, stb. És akkor megmondom őszintén, hogy akkor meg így az volt bennem, hogy ó, anyám, hogy így nagyon-nagyon-nagyon kell az erő, mert hogy közben meg én már azért sokkal jobban voltam, viszont éreztem, hogy így a baba például már így egészen lejjebb ment, tehát valahogy elkezdtem érezni, hogy közeledünk a szüléshez. Egyébként most vagyok 36-7,
pillanat, 4 napos, tehát azért most még nem kéne, hogy megszülessen ez a bébi, most azért még jó lenne neki, ha bent maradna, de hogy az utóbbi ilyen 4-5 napban, pont ahogy a férjem rosszul lett, elkezdtem azt érezni, hogy valami megváltozik, és megmutatom egyébként, hogy tényleg mennyire lejjebb ment a hasam, bár nyilván ti nem láttátok előtte, de hogy sokkal lejjebb van, mint volt előtte, és ennek van egyébként pozitív hozadéka is, mert hogy például a reflux az most már nem okoz úgy gondot, mint az elmúlt hetekben, azért elég béna volt még így a megfázás mellé, hogy állandóan így refluxom volt, és most az nincsen, tehát azzal, hogy a baba lejjebb kerül, valami egy picit könnyebbé válik, például így az ilyen gyomor nehézségek talán enyhülnek, illetve levegőt is könnyebben veszek, mint előtte. Most inkább az, ami nehezebbé vált, az így a járás. Tehát voltam pár napja az Osánban, és valahogy annyira lefáradtam a végére, mire bejártam mindent, amit meg kellett vennem, beszereztem, hogy a végén már így a kenyér volt az utolsó, és így már néztem, hogy ó, te jó, hogy ráadásul nem volt ilyen húzós kosár, úgyhogy a kezemben vittem az egészet, ez mondjuk az én bénaságom, de már így a végén így az volt a szemben, hogy melyik kenyér van a legközelebb, mert így azt éreztem, hogy annyira nehezemre esik a járás, hogy mondom, be ne induljon itt a szülés, mert be nem tudom, mit csinálok. Nyilván nem indult be a szülés, de most így az utolsó hetekben, meg ez az, ami így most picit nehezebb már, így a úgymond közlekedés, meg tényleg most már érzem, hogy például gondolkodtam, mert holnap is lesz házi csoportunk, holnap? Igen, holnap lesz, hogy megyek-e vonattal, BKV-val elindulni. Lehet, hogy már nem kéne. Szóval ezt még nem döntöttem el. Autóval még megyek ide-oda. Lehet, hogy vonatoznom, BKV-znom már kevésbé kéne. Nem tudom, valószínűleg nem történne semmi baj. Bár mostanában rengeteg az olyan sztori, hogy nők buszon szülnek meg ilyesmi. És csak annak szeretném mondani, akik így a komment szekcióban el vannak hűlve, hogy hát ez hogy lehet, hogy azért egy szülés nem indul be, csak úgy egyik napról a másikra, vagy egyik pillanatról a másikra, hát de, beindulhat. Nekem még csak a második gyerek volt, és nagyon hamar jött. Nem azt mondom, hogy az első fájástól számítva 20 percen belül, de igenis van ilyen. Illetve van, én ezt nem éltem át, de van elvileg ilyen, mint a rohamszülés, így hívják, azt hiszem, hogy tényleg egyik pillanatról a másikra születik meg egy baba, szóval én csak így szeretném jelezni, hogy attól, hogy valaki szült egy gyereket, és neki az sok órás vajudásba került, attól nem biztos, hogy egy másik nő is úgy szül. Szóval egy ilyen dolog simán benne van a pakliban, hogy az ember megszül valahol, ahol éppen nem számít rá, úgyhogy, és hogy nyilván tudjuk, hogy a szülés ez nem egy akaratlagos dolog, olyan értelemben, hogy egy nő nem tud nem megszülni egy gyereket, tehát onnantól kezdve, hogy tényleg nagyon, nagyon erőteljesen jönnek a tolófájások, az a gyerek előbb-utóbb, hogyha csak nem valamilyen komplikáció van, ami miatt nem tud kijönni egy baba, egy nő nem tudja visszatartani a szülést, tehát hogy na mindegy, ez csak így eszembe jutott, amikor a bődületesen idióta kommenteket olvastam az ilyen cikkek alatt. Hát van ilyen, hogy egy nő nem ér, akár olyan, hogy nem ér be a szülésre. Ilyen ismerek is 2 ilyen anyukát is, akik a kórházba tartottak, és hát az autóban született meg a gyermekük. Van ilyen. Hogy is lyukadtam ki ide? Ja igen, hogy nem tudom még, hogy merjek-e vonattal elindulni, valószínűleg már nem, de érdekes ez, mert
tényleg annyira minden várandóság, meg minden szülés más, és én úgy emlékszem, hogy amikor Naomival voltam várandós, meg Balázzsal, akkor még így jobban, tehát mondjuk 36 hetet terhesen még jobban bírtam menni. Tehát maga a sétálás, meg nem tudom, az így nem annyira okozott kihívást. Sőt, emlékszem, hogy amikor már nagyon szerettem volna, hogy a Naomival beinduljon a szülés, akkor hát egy relatíve hosszú sétára elmentem itthon a Balázzsal fagyizni, így az utolsó, tehát nem is tudom, már 39 hetes terhesen. És most meg valahogy nem ezt érzem, még lehet, hogy egyébként csak a betegség miatt vagyok legyengülve, és még lehet, hogy visszajön az erőm, és lehet, hogy egy hét múlva jobban leszek, vagy több erőm lesz, mint most. De most így vagyok. Azért is mesélek ezekről, mert amikor volt ez a várandóság bejelentős videóm, akkor kértétek, hogy majd így meséljek, hogy milyen a várandóság, és sajnálom, hogy ez végül elmarad, de igazából most tudok erről egy picit így a végén, így a finishben mesélni. De hát alapvetően így vagyok, itt tartunk most, és nagyon sokféle verzió van a fejemben, hogy mi van, hogyha akkor indul be a szülés, amikor mondjuk éjszaka van, és akkor a gyerekek mellé segítséget kell hívnunk, mert nyilván a férjem bevinne a kórházba. Mi van, hogyha egy olyan nap indul be a szülés, amikor a férjem amúgy nincs itthon, mert irodában van, és akkor kit kérek meg, hogy engem bevigyen a kórházba, hogyha tényleg olyanok a fájások, hogy én ne tudnék vezetni. Úgyhogy mindenféle verzió van a fejemben, és nyilván úgy, hogy van itt most már két gyerek a pocakomban lévőn kívül, így érdemes ezeket a dolgokat átgondolni, és mindenféle verziót megtervezni, mert nem tudom, mi lesz, de most már én nagyon-nagyon készülök. Mondtam nektek a videó legelején, hogy voltam színtanácsadáson. Most ez az egész nekem úgy jött egyébként, most közben elkezdek hajtogatni, oké? Ez az egész úgy jött nekem, hogy egyébként én elég régóta sejtem, hogy milyen színtípusba tartozom. Egyszerűen azért, mert az évek során úgy megfigyeltem, hogy mi hogyan áll nekem. Így akár ruhavásárlás során, akár hogyha rendeltem valamit, és akkor fölvettem itthon, és na mindegy, szóval, hogy én úgy nagyjából belőttem magamat, viszont néha-néha elbizonytalanodtam. És nem tudom, hogy ez egy ilyen szülés előtti kapuzárási pánik-e, de az volt bennem, hogy hogyha megszülök, akkor annyira nem lesz lehetőségem arra, vagy hát annyival nagyobb macera lenne megoldani egy kisbaba mellől, hogy elmenjek ilyen színtanácsadásra, úgyhogy arra gondoltam, hogy egy életem, egy halálom, kérem ezt karácsonyra, és elmegyek színtanácsadásra. És nem is bántam meg egyébként, viszont tök jó visszaigazolás volt, hogy abszolút jól lőttem be magamat, és olyan szinten, hogy még a nem tudom, ezt hívják altípusnak, tehát hogy még azon belül, hogy nyár típus vagyok, és ezt erre mondjuk ilyen szinte a nyakamat raktam volna, hogy nyár típus vagyok, de azon belül, hogy milyen nyár, mert ugye háromféle van, abban nem voltam teljesen biztos, de valamiért sejtettem, hogy én egy lágy nyár vagyok, és ez így is van, tehát még az altípusomat is jól lőttem be. Úgyhogy amúgy örülök neki, hogy egy ilyen tök jó visszajelzés volt, hogy akkor így van szemem ehhez, meg jól látom. Volt egy olyan, vagy hát nagy részt az volt úgymond egy ilyen feladat a színtanácsadás során, hogy ahogy kaptam a kendőket, ide tette a Gabi nekem a kendőket, akkor mindig a kettő közül mondjam meg, hogy melyik a jobb, melyik áll jobban. És akkor hát nyilván meg tudtam mondani, hogy melyik áll jobban. Azt is meg tudtam mondani általában, hogy miért, mert hogy ez egy
nem sárgás, hanem kékesebb, ugye a lágynyáraknál ez minél kékesebb kell, hogy legyen egy árnyalat, annál inkább kiemeli az arcot, és annál jobban áll. És vagy hogy mondjuk valami egy kicsit már túl sötét, egy kicsit túl világos. Na mindegy, szóval, hogy igazából tökre ráállt a szemem, és olyan értelemben nagyon sok újdonságot nem kaptam, nem volt olyan, hogy így hú, ott volt mellettem egy szín, és akkor hát én ezt sose gondoltam volna, hogy ez nekem ilyen jó lesz, már pedig milyen jó lesz, szóval ilyen nem volt, viszont olyan szempontból azon túl, hogy egy jó visszajelzés volt nekem, hogy van szemem hozzá, mégiscsak jó volt, hogy egy picit segített így konkretizálni, hogy akkor azon belül, amit én éreztem mindig, hogy nekem a meleg tónusú dolgok, ezek a barnák, ezek a bézses, tehát ami mondjuk fehérből is a meleg árnyalat, ezek a bézses dolgok abszolút nem állnak jól, segített kicsit konkretizálni, hogy ilyen kérdéseket érdemes nekem föltennem, hogyha mondjuk nézek egy ruhát, vagy mi az, ami a legjobban fog állni. És kaptam egyébként egy ilyen összesítőt így a saját színtípusomról, és ezen van egy ilyen három skála gyakorlatilag. Megnézem, nem tudom, hogy fogjátok-e látni. Hogy tudok ide zoomolni, igen. Három ilyen skála, és gyakorlatilag ez az a három dolog, amit vizsgálunk. Nyilván én most, mivel ebben nagyon-nagyon sok munkája volt Gabinak, nem fogom így az egészet elmondani egy videóban, hanem hogy nekem mi az, ami segítség ebben a skálában, vagy nekem ez a skála az, ami így különösen sokat adott így a színtanácsadásban, hogy ugye lágy nyár vagyok, és hogyha azt az aspektus nézzük, hogy mennyire meleg vagy mennyire hideg egy árnyalat, akkor nekem a inkább hideg, és minél hidegebb legyen, tehát ha azt nézzük, hogy egy szín mennyire sárgás, vagy mennyire kékes tónusú, akkor nekem az a cél, hogy minél kékesebbet válasszak. Ha azt nézzük, hogy mennyire világos, mennyire sötét egy szín, akkor valahol közép tájékon helyezkedjen el, tehát ha ilyen nagyon-nagyon világosat tettünk az arcom mellé, akkor az egy kicsit ilyen túl fakó lettem mellette, de a nagyon sötét sem állt jól. Tehát nekem a fekete arc közelben, mondjuk úgy, hogy egy póló, vagy nem tudom, az nem igazán jó. Úgyhogy ha világosság, sötétség, akkor valahol középen, és inkább kicsit világos. Ha pedig a telítettséget nézzük, tehát az, hogy mennyire élénk egy szín, vagy mennyire tompa, úgymond ilyen szürkés, akkor meg minél tompább annál jobb, tehát minél inkább ilyen kevert szürkés szín az, ami nekem jól áll. Ez nem azt jelenti, hogy én nem hordhatok élénk dolgokat, mint mondjuk egy télnek ugye az arc az sokkal élénkebb színeket is arc közelben elvisel, hanem annyi, hogy mondjuk az inkább egy-egy kiegészítő legyen, de mondjuk ne legyen a nadrágom, felsőm, táskám, mindenem nagyon élénk színű, mert az megint csak azt fogja eredményezni, hogy az arcomról elvonja a fókusz, már pedig ugye az a cél, hogy akár smink nélkül is, bocsánat, lát közben a kamera, szóval, hogy ez a cél, hogy leginkább kiemelje az arcomat, akkor is, hogyha éppen smink nélkül vagyok, akkor se vesszenek el annyira a, nem is tudom, így a vonásaim. Úgyhogy ez volt a színtanácsadás, hogyha érdekel benneteket, hogy én kinél voltam, egyébként abszolút tudom ajánlani Gabit, nagyon-nagyon lelkes abban, amit csinál, és nagyon ügyes is, és ért hozzá, és nekem abszolút egy jó élmény volt, szóval tudom őt javasolni, majd belinkelem nektek a hát Facebook vagy Instagram oldalát, vagy mindkettőt, de Color Doctor néven találjátok meg egyébként mindkét felületen, úgyhogy én őt így tudom javasolni. És ez az egyik, ami tök jó élmény volt az elmúlt napokban. A másik pedig, hogy tegnap voltam a kislányommal egy ilyen anyalánya délutánon. A gyülekezetünkben szerveztek ilyet. És hát a legtöbb játékban, mivel az én kislányom még csak 3 éves,
csak úgy immelámmal tudtunk részt venni, ugye ilyen operációs mindenféle játék volt, de volt például élményfestés, amit egyébként az anyósom tartott, vagy ő vezetett, úgyhogy együtt festettünk képet, Noémika nagyon élvezte, készült rólunk egy ilyen tök szép háttér előtt egy tényleg tök jó fotó, úgyhogy rögtön ki is raktam a hűtőre, nagyon hálás vagyok értem, hogy tényleg jól sikerült, és összességében nekem is annyira sokat adott ez, hogy tudom, hogy most a szülés után ez egy természetes dolog, hogy egyszerűen egy időre legalábbis kevesebb figyelem jut a nagyobb testvérekre. Balázs sem élte meg annyira könnyen egyébként a Naomi születését. Az első kb. Két hétben minden oké volt, meg egyébként nagyon szerette és szereti a mai napig a húgát, de azért a szülés után egy olyan 2-3 héttel valószínűleg realizálta, hogy ez a gyermek is itt marad nálunk, és akkor azért láttam rajta, tehát több olyan, kicsi volt még nagyon, tehát ez nála ilyen egészen furcsa, vagy hát nem furcsa, csak hogy ilyen tudatalatti gesztusokból jött elő, vagy gesztusokban jött elő, de láttam rajta, hogy nehezen viselte azt, hogy már nem ő van egyedül. Most a Naomi valójában szempontból talán más ez, hogy a Naomi sosem volt egyke, még a fiam igen, viszont a Naomi meg nagyon-nagyon-nagyon anyás. Úgyhogy nyilván megpróbálunk majd odafigyelni arra, hogy időt töltsek mindkét, mindhárom gyerekkel a szülés után is, de ez ilyenkor egy természetes dolog, hogy pár hétig. Hát ilyenkor eleve ugye az anyuka eltűnik pár napra, amíg a kórházban van. Úgyhogy ilyen szempontból ez az anyalánya délután nekem különösen ajándék volt, hogy most egy kicsit csak a Naomira figyelhettem. Ja, most így, jó, hát az omi párosítással semmit nem haladtam. Most nagyjából így ezek jutottak eszembe, ezekről akartam nektek mesélni. Ha azon gondolkodom, hogy mi lesz a csatornával a jövőben, akkor azt tudom nektek mondani, hogy nem ígérek semmit. Őszintén szóval semmi olyan nyomás nincs rajtam, hogy nekem ide tartalmat kell gyártanom. Azt azért el akarom mondani, hogy nem tervezem abba hagyni a videózást, tehát ez nekem valami, amit én csinálok, valami, ami úgymond rólam szól. Ez most lehet, hogy ilyen hülyén hangzik, de egy kisgyerekes anyukának, akinek úgy érezheti, hogy nagyon-nagyon úgymond csak a családjáról szól az élete, ő szerintem megérti, hogy miről beszélek, amikor azt mondom, hogy szeretem ezt a csatornát, szeretem a videózást, akkor is, ha tisztában vagyok vele, hogy semmi világ megváltó dolgot nem csinálok ezekkel a videókkal. Egy csomó videó van, aminek úgy különösebben nagyon úgymond nagy értelme sincsen, vagy nem ad annyit a világnak. De egyrészt nagyon hálás vagyok, amikor írtok, és sokszor őszintén mondom, meg is lepődöm azon, hogy egy-egy olyan videó kapcsán, amit így azt gondolnám, hogy annyira nem sikerült extrán jól, akár azután is írtok Instagramon, hogy ez nektek most mennyit adott, vagy egyszerűen csak, hogy szeretitek hallgatni a videókat, és megmondom őszintén, hogy ez nekem nagyon, bocsánat, nem elérzékenyültem, csak még a betegségnek a maradványait viselem. Szóval megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon jól esnek ezek az üzenetek, mert időről időre azért elgondolkodtam azon, hogy kellene nekem ezt folytatnom. Tehát, hogy tisztában vagyok vele, hogy tehát, hogy nem csinálom olyan minőségben ezt a videózást, ami egy olyan, nem tudom, hihetetlenül nagy értékteremtő valami lenne. Ennek a mostani videónak is igazából nagyon, nem tudom, használati értéke, vagy nem tudom, úgy igazából nincsen. És néha elgondolkodom azon, hogy érdemesebb időt fektetni,
És aztán mindig, amikor kapok egy-egy ilyen üzenetet, ami úgy sokszor mondom meg is lep, akkor hogy mennyire néhányan mennyire várjátok ezeket a videókat, akkor úgy megerősödöm, hogy de azért van ennek értelme, meg hogy azért ne hagyjam abba. Úgyhogy így vagyok most is, nem tervezem abba hagyni, viszont lövésem nincs, hogy mennyi kapacitásom lesz a gyerkők mellett videózni. Nagyon nagy izgalom van bennem így a harmadik baba érkezésével kapcsolatban, és ezt szerintem már mondtam nektek egy korábbi videóban, de nagyon ott van bennem, hogy szeretném megélni ezt az úgymond utolsó babás időszakot, bár persze az ember soha nem mondja, hogy soha, meg nem tudhatja most ezt egészen pontosan, de hogy még Naominál úgy készültem a kisbabás időszakra, hogy tervek szerint lesz majd még harmadik is, most úgy készülünk Batival erre a kisbabás időszakra, hogy valószínűleg az utolsó ilyen kisbabás időszak lesz az életünkben, és szeretnék ebben tényleg úgy jelen lenni, hogy jelen lenni a gyermekeimnek is, meg én is, nem tudom, hogy most az alvás kiesés leszámítva, de legyenek emlékeim erről az időszakról, tehát ne csak az, hogy nem tudom, görgetem a social médiát, meg videót vágok, nem tudom, alvás időben, meg ilyenek, hanem úgy jelen lenni, és megélni ezt a kisbabás időszakot, mert iszonyatosan sok kihívás van egy ilyen időszakban, a gyermekágyas időszakban, meg az első mondjuk egy évben, ez nekem most már így tapasztalat, tehát, hogy illúzióim nincsenek, ugyanakkor meg rengeteg öröm, és rengeteg olyan, egyszerűen olyan dolog, olyan ajándék, amire később meg nagyon jó visszaemlékezni, amikor már így nagyobbak a gyerekek, és már egy ilyen egészen másfajta hétköznapi rutin állt be egy család életében, és jó arra visszaemlékezni, hogy ó, de milyen jó, hogy amikor, nem tudom, ringattam, vagy arra volt szüksége, hogy rajtam aludjon, akkor azt úgy meg tudtam neki adni, és nem ragaszkodtam indokolatlanul ahhoz, hogy ő most minden áron már pedig a kis ágyában aludjon, hogyha ez nem megy, meg megoldható, hogy én rajtam aludjon mondjuk. Na, szóval ilyenekre gondolok. Jó hosszú lett a videó, de remélem, hogy ti jobban haladtatok a házi munkával, mint én itt most a zokni párosítással. De azt hiszem, hogy nagyjából ennyit szerettem volna nektek elmondani így, mi volt velünk az utóbbi hetekben, mire készülök. Amúgy érdekes, mert én a nominális azt hittem, hogy tuti, hamarabb meg fog születni. Aztán szerintem pont aznap lettem 47-es, amikor megszületett. Úgyhogy simán lehet, hogy ez a bébi is benn fog maradni, úgymond végig. És most még maradjon is benn, mert most azért még a 37. hetet sem töltöttem be, tehát azért még jó lenne neki benn maradni. De valahogy most annyival nehezebbnek, meg extrémebbnek érzem a körülményeket, mint 3 évvel ezelőtt, hogy egy ilyen imádságom van, hogy így tényleg így az isteni időzítés legyen meg, és a férjemmel kapcsolatban, hogy ő éppen hol van, hogy én éppen hol vagyok, hogy a gyerekekhez hogyan tudok hirtelen segítséget hívni, mert azért nálunk egyik nagyszülő sem lakik a szomszédban, úgyhogy így az időzítés az egy nagy imádság témám, illetve az, hogy most ügyeletben fogok ugye szülni, tehát nem lehet fogadott orvossal szülni, úgyhogy ez is egy ilyen plusz, izgalmi faktor, stressz faktor, úgyhogy ez is egy nagy imádságom, hogy valahogy így nagyon jó gárdát fogjak ki. Nagyon szeretnék vízben szülni, mint ahogy Nomikát szültem, nagyon remélem, hogy lesz erre lehetőségem.
Nem mondom, hogy nem félek egy szüléstől, hiába a harmadik már. Ezt gondolom, hogy soha nem lehet megszokni. Úgyhogy van bennem izgulás bőven. De most már bepakoltam a kórházi táskát, most már azt érzem, hogy előkészültem a dolgokkal. Jól van. Írjatok, hogy ti hogy vagytok, mert attól függetlenül, hogy ti éppen milyen állapotban vagytok, kismama vagy nem kismama, most csak az jutott eszembe, hogy a terhességbejelentős videónál ott írtátok, hogy na hát, ti is hasonló cipőben vagytok, és nagyon érdekel, hogy nektek hogy haladt, meg hogy halad a várandóságotok, hogy vagytok most, és a nem kismamák is írjanak, hogy hogy vagytok, mi újság veletek, hogyan vagytok ebben az őszi, most már lassan téli időszakban. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem a mai videóban, hogy itt vagytok velem most. Bocsánat, betelt a memóriakártya, de most már tényleg mindjárt befejezem ezt a videót, csak azt az egy dolgot akartam még mondani, hogy az jutott eszembe, hogy tök szívesen csinálnék egy Q&A videót, hogyha van bármi, ami érdekel benneteket, nem csak szüléssel, terhességgel kapcsolatban, hanem tényleg így bármi ilyen, akár ilyen véleménykifejtés, vagy bármi, úgyhogy remélem, hogy lesz még esetleg a szülés előtt időm, kapacitásom fölvenni egy ilyen videót, de ha nem átcsúszik utána, szerintem az sem baj, vagy az sem tragédia, úgyhogy ha van bármi kérdésetek, ami érdekel benneteket, mondom, akár vélemény, akár tapasztalat, vagy bármi, akkor nyugodtan tegyétek fel akár itt a komment szekcióban, meg majd lehet, hogy lesz erre kérdezési felület is, vagy majd Instagramon csinálok egy ilyen kérdésmatricát, minden esetre itt a kommentekben is nyugodtan kérdezzetek, és akkor tervezek készíteni egy ilyen videót, nem olyan rég láttam egy amerikai ilyen anyuka youtubernél, akinek szeretem a videóit, és nemrég tett fel egy ilyen videót, és annyira, nem tudom, én annyira szeretem az ilyen jellegűeket, hogy gondoltam, hogy most már rég volt nálam is ilyen. Hát, ha van ilyesmire igényetek, úgyhogy kérdezzetek nyugodtan, és tervezek akkor egy ilyen Q&A videót fölvenni. Köszönöm, hogy itt voltatok, hogy kitartottatok, hogy itt vagytok velem, velünk, és nagyon-nagyon-nagyon áldott napokat, heteket kívánok nektek is, hogy minden betegség kerüljön el, ha pedig éppen betegek vagytok, akkor nagyon-nagyon-nagyon nagyon hamar gyógyuljatok meg. Isten áldjon benneteket, sziasztok!